A zene és művészeti oktatás, ha valaki nem lenne tisztában vele, nem arról szól, hogy a kisiskolás gyermek kezébe valamilyen hangszert adnak, és azzal vagy el lesz, vagy nem. A Martonvásári Művészeti Iskola projekt napjai jól mutatják, hogy a művészeti oktatás mennyire komplex is valójában. A művészeti iskola gyakori vendége a városnak, és most is eljöttek, sőt egy egész napos programsorral kedveskedtek itt a gyerekeknek, szülőknek. Miről volt ma szó? Ez a művészeti iskolának idén a negyedik, már a tanévben a negyedik kis projekt délutánja, ahol a gyerekeket több oldalról próbáljuk megfogni, nem csupán a művészetek terén, hanem például a játék, ez együttjáték, a közös játék, a kultúrát, az intelligens együttlét, a hasznos időtöltés keretében. Ma egy olyan területet fogtunk meg, ami a zenészeknek nagyon fontos, ez a hangtechnika. Megdöbbenésemre sok gyerek tisztában van azzal, hogy például egy akusztikus, vagy egy elektroakusztikus, vagy egy digitális hangszer között mi a különbség, hogyan szólal meg. Aki sokat segített ebben, Tóth Tamás, Staci, így sokan ismerik Ercsiben őt. Már egy hete beszélgetünk arról, hogy mik lesznek azok az alapkérdések, amit egy 7 éves és egy 14 éves is feltesz, vagy megért, vagy meg tudna válaszolni. Elég jól lepörgött az első óra. Ezt követően pedig szokás szerint Janda Kata, képzőművész kollégán kezdett maszkokat készíteni a farsang jegyében a gyerekekkel. Nagyon örültem neki, hogy nem csak a képzős gyerekek ültek oda, hanem a zenész gyerekek nagy többség ott megfordult és egy-egy maszkot elkészített. És azt hiszem, hogy egy örökzöld téma lesz a későbbiekben is, ez a táblás játékok vagy a logikai játékok. Vita, te jössz a pirossal. Ja, nem, zölddel, bocs. Ó, beszorult, akkor megint a vicca. Ahol kommunikálni kell egymással, és nem ordíthatom le a másik fejét, hogyha vesztésre állok, megoldásokat kell keresni. Illetve rengeteg kooperatív játékot hoztunk, ahol például a játékot kell legyőzni, nem egymást. Ez is egy szokatlan helyzetet teremt. Az iskolában, az életben sokszor hangsúlyozzák talán túlságosan is a versenynek a jelentőségét. A verseny a győzteseknek jó, a veszteseknek nem annyira. Éppen ezért inkább arra próbáljuk rá venni a gyerekeket, hogy hogyan tudnak közösen dolgozni. Maga a zenél is műfaja ez. Ugye a piciknél még az egyedül való helytállás is feladat, aztán későbbiekben, amikor ketten-hárman kamaráznak együtt, az lesz a legszebb. Ugye és itt is szakenszívő a kollégának köszönhetően kis kórus áll össze, és hagyományosan most már kísérjük a többi kollégával a gyerekeket, ilyen kis rögtönzött zenekarral, gyerekzenéket nyilván elsősorban. A következő kérdés, hogy hát láttuk, hogy rengeteg szülő is eljött, és hát őket is fontos bevonni a játékba, gondolom, hogy ennek is különleges jelentősége van. Igen, hát két területen is. Az egyik az, hogy ők is bekapcsolódnak a játékba. Nagyon hasznosnak látom azt, hogy a gyerek tanítja a szülőt szabályismeretre, mert így a gyerek is érzékenyebb a szülő által megfogalmazott szabályokra. Tehát érti, hogy hogyan szövődnek össze a törvényszerűségek. Ezt kicsit bonyolultan van megfogalmazva, de tényleg így működik. Szülő és a gyerek együtt kell, hogy ismerjék otthon is a szabályokat, ahogy az iskolában is a szülő és a pedagógus és a gyerek hármasában alakul ki egy közös együttműködés. Na és hát a másik, amit már itt is korábbi beszélgetésben nem megemlítettem, ez a jutalombogyó program. Hát ennél jobb címet nem találtunk. A lényeg a programban az, hogy egy olyan attitűdformáló rendszert igyekszünk talpra állítani, ahol a gyerekek és a szülők a közös művészeti tevékenységekben találkoznak, nyilván velünk pedagógusokkal együtt. Kis pontokat lehet gyűjteni, ezt összesítve pedig színház jegyekre lehet beváltani, vagy táblásjátékokra, koncertjegyekre. Én azt hiszem, hogy ez fontos tud lenni, hogyha a gyerek azért dolgozik, hogy az édesanyját vagy az édesapját színházba vigye. Talán a kis fiatal életének egyik legnagyobb projektje, amikor megdolgozik azért, hogy anyát vagy apát megajándékozza. Nagyon szépen köszönjük, és még egy fontos kérdés, mikor láthatjuk ismét Önöket? Március 24-én lesz a következő projektnapunk, hogy egészen pontosan mi is lesz, ezt még hagyd tartsam titokban, a következő hónapban, mert erre fény is fog derülni.